760 méter hosszú barlangrendszer, hegybe sűlyeztett 24 átmérőjű és 25 méter mély csúszdatorony, 550 méter csúszófelület és 1500 négyzetméter vízfelület. Ezek az adottságok teszik Közép-Európa legnagyobb barlangfürdőjévé a csütörtökön Demjénben felapatott Cascade barlang és élményfürdőt a tervezők szerint. Sesták Miklós fejlesztési miniszter köszöntőjében úgy fogalmazott, a barlangfürdő megépítése egy magyar modellnek tekinthető, példája annak, miképpen lehet természeti kincseinket egy térség felemelkedésének hajtóerejévé tenni. A miniszter kifejtette, a gyógyturizmus fejlesztése Magyarországon kiemelkedő feladat. Ebből fejlődnek a kisvállalkozások, ebből fejlődnek a térség vállalkozói, ezért is fontos. A másik, amiért fontos, hogy tudjuk, hogy a legolcsóbb gyógyszer időzőjel, azért nem költünk el. Tehát minden egyes forint, amit egy rekreációsan, vagy akár egy gyógyturizmussal el tudunk érni, az fontos, hiszen nem kell kiadnunk kórházakba, nem kell kiadnunk esetleg műtétekre. Nyitai Zsolt, a térség országgyűlési képviselője köszöntőjében arról beszélt, minél több a barlangfürdőhöz hasonló világszínvonalú fejlesztésre van szüksége a megyének. Kiemelte, a gyógyturizmus mellett tovább folytatódnak más fejlesztések is. Példaként említette az Egert az M3-as autópályával összekötő út megépítését. Az országgyűlési képviselő a 2014-2020-as uniós ciklus feladatairól is beszélt. Hamarosan megjelennek az új pályázati kiírások, és nekünk közösen azon kell dolgoznunk, munkálkodnunk, hogy észszerű tervezés és stratégia mentén a lehető legtöbb pénzt idehozzuk a választókerületbe, legyenek az egri, demjéni, füzesabonyi emberek, a térség településeinek lakósai, a hevesmegyeiek, a fejlesztési ciklus nyertesei. A barlangfürdő egy 3 éves, 2 milliárd forintos fejlesztés utolsó része. 2012-ben egy 4 csillagos gyógy és wellness hotel épült 900 millió forintos uniós forrásból. A most felavatott Cascade barlang és élményfürdő 1 milliárd forintból készült el. A létesítmény szombaton nyitja meg kapuit.